Csókom, tessék mondani, Ibolya van. Igen, Varga Ibolya vagyok, parancsoljon. Nem úgy értettem, hanem a virág. Ja, virág, téged kerestek! Jó napot kívánok, tudja, feleségemnek születésnapja volt, és... Értem, és valami szép csokrot szeretne. Dehogy is, menedéket, ne elfelejtettem. Jó napot kívánok, szeretnék venni egy csokrot, amiben lila és fehér virágok vannak. Más tegyek hozzá? Igen, egy szalagot is szeretnék, amire rá van írva, hogy boldog születésnapot, és hajrá Újpest! Értettem. És zöldet tegyek hozzá? Anyádat azt. Jó napot, aranyos tulipán, hagyma van? Sajnos nincsen. Aha, ó, pedig ma akartam elültetni őket a kertbe. Há, most mit csináljak én? Vegyen egy tulipánt, és szemben a zöldségesnél hagymát. Na jó, akkor vennék inkább valami örökzöldet. Mit ajánlana? Hát például Szécsi Páltól a Karolinát. Jó napot kívánok, hölgyem! A 20 éves házassági évfordulom lesz, és szeretnék kérni 11 szál rózsát. 20 évesre 11 szálat? Igen. Az utolsó 9 évért nem jár virág. Jó napot kívánok! Jó napot! Tessék mondani, esküvői csokor van. Igen. És vállóperi. Az milyen? Ha én tudjam, ha maga a szakember. Vállópere nem szoktak virágot vinni. Akkor mégis ért hozzá ezek szerint, hülye. Na, akkor kérek 2 szál szegfűt és 10 deka parizert. Ugye most viccel velem? Igen. Kunc, 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 kunc. Csak a parizert kérem, igen. Üzlet. Ha nem. Virágbolt. Jó, ezt megbeszéltük, bár nem kérdeztem. Akkor adja a parizert, és már itt sem vagyok. Nem ért, hogy nem tartok parizert? Elég elmaradott üzletpolitika. És az ott mi a táskáján? Ez a 10 óraim, de ez nem eladó. És 10 óra után? Menjen ki, vagy rendőrt hívok. Na végre, ezt akartam hallani. Ellopták a táskám, és nem tudom a számukat. Jaj, kezi csókolom, kutyával be szabad jönni? Természetesen. Jaj, de kis aranyos csivava. Mit adhatok? Hát nem tudom, ezt a csokrot kérem. Igen, 3500 lesz. Jaj, nagyon szépen köszönöm, akkor megyek is. Gyere, Buksi, gyere, Buksi, Buksikám, Buksi, hol vagy? Nem látta a kutyámat? Legutóbb a húsevőnövény mellett láttam. Jó napot, aranyoska! Csókolom, mit tetszik parancsolni? Pillanat, mindjárt mondom, tudja, most jövök az STK-ból. Férjemmel voltam a szemészeten, aztán leküldték őt laborba, vért vettek tőle, meg pisilni kellett pohárba. Megyünk vissza, azt kérdezte tőle a doktor úr, hogy István bácsi, nem sikerült pisilni? Azt mondja az uram, de igen, hát akkor miért üres a pohár? Azt mondja az uram, mit gondol, doktor úr, miért jöttem a szemészetre? És mit adhatok? Hát nem is tudom, most jövök a piacról, mert vettem a leveshez csirkét, meg répát, meg banánt, mert hát ugye nekem is rossz a szemem. Ezt nézze, milyen szép marhahúst vettem a piacon. Ez székla. Akkor ezért volt ilyen olcsó. Nem baj, háború idején csináltam én már pörköltet válfából is. Jó lesz ez. Szóval tetszik kérni valamit? Ja igen, egy szép csokrot kérek, tudja, megyek a temetőbe az uramhoz. Nézd, az előbb mondta, hogy ma együtt voltak az STK-ban.
tudja, amilyen a magyar egészség, úgy utána automatikusan kiment a temetőbe. Kár érte, mert olyan sok bajom van vele, tudja, a férjem olyan, mint a filodendron, kevés vizet igényel. Tessék, a csokor 3500 lesz. 3500 forint? Akkor csak a sejempapírt kérem. Tudja mit? Vigye a csokrot, odaadom ingyen, csak tessék már menni, mert nagyon nagy a sor. Nagyon szépen köz. De Arancs, áldja meg a jó Isten. Na ez is összejött. Mondtam én, hogy ma is ingyen fog enni a kecske. Csá, csá. Jó napot. Három csokor hóvirágot, de gyorsan. Nem árulunk hóvirágot, mert védett növény. Az nem létezik, mert ezt a környéket én védem, jó van? Tudnék róla. Jó, akkor 300 rózsát adjál. Becsomagoljam? Á, nem kell, csak egy madzag rá, mert BMW-be lesz illatosítónak. Mást adhatok? Ja, ja, számodat, mert tetszesz. Köszönöm, de nem hinném, hogy lenne közös témánk. Mi, ha én is szeretem a növényeket. Igen? És melyiket? Há, például a füvet. Jó. Rógom, társam, ma mondani, kérem tészele, az a csokor, ami épp a eladó hölgy kezében tart, az mennyibe kerül? 600 ezer forint. Úristen, miért ilyen drága? Mert a csokorhoz jár a tanuló kislány, aki még mindig nem tudja rendesen használni a tűzőgépet. Jó napot kívánok, élősködő ellen szeretnék valamilyen irtószert. Milyen élősködőről van szó? Hát olyan 180 centi magas barna hajú. Csókolom, mennyibe kerül az a nagy cserepes fikusz ott a sarokba? Egy pillanat. Évike, fondd be a hajad és gyere onnan, mert mindenki téged akar megvenni. Jó napot kívánok, szeretnék az esküvőmre 2 szülőköszöntő csokrot, 6 darab koszorús lánydíszt, 1 díszcsokrot, aztán a kocsi elejére is 1 csokrot, és 1 mennyasszonyi csokrot is. Ennyi csokrot, igen. Jó. Rendben, és milyen virágokból álljon? Az mindegy, de a mennyasszonyi csokorba tegyen egy követ. Követ? Miért? Tudja, amikor a feleségem eldobja, majd ott áll a sorban a facér anyja is. Jó napot kívánok, aranyosan! Múlt héten rendeltem egy temetési koszorút. Igen, emlékszem. Szeretném lemondani. Hogy? A férjemmel megtudtuk, mennyibe kerül egy temetés, és úgy döntöttünk, inkább nem halunk meg.